Jó estét kívánok! Ahogy önök is látják, a háttérben ünnep van. Egy igazi futballünnep. A Real Madrid a 2012-2013-as szezon óta kétszer emelhette a magasba a BL győztesnek járó trófeát. Kétszer bizonyult Európa és szintén kétszer a világ legjobb csapatának. Azaz megnyerte az Európai Szuperkupát, illetve a klubvilágbajnokságot. Elhódította a spanyol kupát, de hazája bajnokságát nem tudta megnyerni. Ráadásul ebben az időszakban kénytelen volt elkönyvelni, hogy háromszor az ősi rivális a Barcelona, egyszer pedig a városi rivális az Atletico nyeri a ligát. Most itt a nagy lehetőség, hogy szakítson a negatív szériával. Ha nyer, 6 pontos előre tesz szert a Barcelonával szemben, ráadásul még van egy elmaradt meccse is a Celta ellen, amit most már biztos, hogy május 17-én pótolnak be a csapatok. Az utolsó és az utolsó előtti forduló között. Igen ám, de nem lesz könnyű dolga, hiszen a Barcelonának nem lebecsülve a spanyol kupa döntőt, ez az utolsó nagy meccse ebben a szezonban. Azt is mondhatnám, hogy a BL fináléja, és egyben az utolsó lehetősége, hogy elbizonytalanítsa a listavezető Real Madridot. Ha a katalánok nyerik meg a meccset, akkor elveszik az első pozíciót a Realtól, és ezzel teljesen nyíltá teszik a bajnokságot. Nos, a fentiekből kiindulva a Barcelonának támadnia kell, kezdeményeznie kell. A Real Madridnak elnézve a szédületes kontráit, mindez kapóra jöhet. Elméletileg erre a forgatókönyvre kell számítani, de tudjuk, hogy előre megírt forgatókönyv a futballban, és főleg egy ilyen meccsen nem létezik. A két mester, Luis Enrique és Zinedine Zidane üdvözölte egymást. Edzőként immáron harmadszor a pályán is jó néhány alkalommal összefutottak egymással. És hát jó barátok, Sergio Ramos és Andrés Iniesta. Érdemes majd menet közben mindkét nagy ágyúról beszélni, hiszen érdemes. A négyes Sergio Ramos négyszer volt eredményes a Barcelona ellen. Andrés Iniesta pedig a legutóbbi három góljából kettőt itt ebben a stadionban ért el. Gyorsan még egyszer az összeállítások. Közben kiválok egy picit, hogy hallgathassák a Real Madrid szurkolói. Szóval gyorsan Ter Stegen a Barcelona kapujában, a mezőnben Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Iniesta, Suárez, Messi, Paco Alcácer, Jordi Alba, Sergi Roberto, Umtiti, Navas, Carvajal, Ramos, Nacho, Ronaldo, Kroos, Benzema, Bale, Marcelo, Casemiro és Modric. Így fest a Real Madrid kezdőcsapata. A golfozó, az augusztai torna győztese, Sergio García végzi majd el a kezdőrugást, aki ezzel a győzelemmel Seve Ballesteros és José María Olazábal nyomdokaiba lépett, akik ráadásul kétszer nyerték meg ezt a rangos amerikai viadalt, ami a nagy tornákkal ellentétben egy meghívásos torna, ahová a világ legjobbjainak küldenek meghívót. Ahogy megígérte, önök is látják, felvette a zöld zakót, amit 1949 óta az előző év győztese segít föl az éppen aktuális bajnokra. A castelloni sportember 37 esztendős és 26 tornán bizonyult a legjobbnak. Hatalmas Real Madrid drukker, ahogy a hangosan beszélő is bejelentette, a Real Madrid pártoló tagja és nagyon sok játékossal igen jobban van, Bale-lel pedig sokszor elmegy golfozni. A meccset Hernández dirigálja, Teodoro Sobrino Magán, Miguel Martínez Munuera és Alexandre Alemán Pérez segíti majd. Ez már a második klasszikója Hernándeznek, 35 esztendős, a Kanári-szigeteki sportember, másodszor kapta meg tehát a világ legnagyobb rangadóját. Az elmúlt szezonban a két óriás barcelonai rendezvóján fújta a sípot, ami a Real Madrid 2-1-es győzelmével ért véget. Egyszer kiállította Ramos pályafutása során is, Ronaldót is két évvel ezelőtt még a Córdoba ellen. Nincs könnyű helyzetben a játékvezető, 40 kamera figyeli a lépéseit. Ez a 98. mérkőzés az élvonalban, és egy picit szakított a hagyományokkal, hiszen ő interjút ad, nyilatkozik, beszélt jó néhány spanyol orgánumnak, és biztosak lehetünk benne, hogy rövidesen a nemzetközi sajtónak is nyilatkozni fog. Carvajaltól hátra a labdát, Nacho simogatja meg egy picit, Sergio Ramos mellette, tizedszer játszanak ők ketten együtt ott a védelem közepén.
és eddig, amikor ott voltak a pályán, a Real Madrid nem szenvedett vereséget. A kispadon Casilla, James, Kovácsics, Asensio, Morata, Isco és Danilo. És ha már a pozitív szériáknál tartunk, érdemes elmondani, hogy Isco a legutóbbi 44 meccsén, ha kezdő volt, a Real Madrid nem szenvedett vereséget. Modric! Több kérdés is volt, ami az összeállítást illeti, mondanom sem kell mindkét oldalon, miközben Kroos passzolja el magát, mégis eldőlt, hogy az eltiltott Neymar pozíciójában Paco Alcácer játszik, bár nem feltétlenül az ő területén muzsikál majd, menet közben arra is fény derül, hogy egyáltalán milyen formációban szerepel a Barcelona. Előjáróban egy 4-3-1-2-t preferál Luis Enrique, és a 4-3-3-at részesíti előnyben Zinedine Zidane. Modric, mehet tovább, Casemiro. Sokat beszéltek a mérkőzésről, bár nem eleget, hogy ezt a felvezetésben is elmondtam, és elhangzott az is, leírták azt is több alkalommal, hogy korábban a Barcelona erősebb volt a középpályán, a Real Madrid talán most erősebb, mint a Barcelona ebben a szegmensben. Mehet tovább, a közönség azonban felhördül, Casemiro tolja oldalra, Marcelo, ez a 401. mérkőzése Marcelónak, és ezzel beéri Juanitot. Bél kapja a labdát, a Bayern München elleni mérkőzésen sérült meg, a negyeddöntő első meccsén Asensio lépett be a helyére, aki kiválóan futballozott. Bélnél megint. Kroos középre, Casemiro. Későn startolt rá Marcelo, és a spanyolok most kaptak egy lehetőséget, hogy megmutassák, hogy mi is történt ott valójában. Hát bizony Umtiti odapakolt egyet, lábat talált, jobban a ballal. Itt van az első vitatott szituáció. Busquetsnak már is lesz munkája. Iniesta, Jordi Alba panaszkodott, hogy kevesebbet játszik. Busquets elibázza. Modric tolja föl, Ronaldo hosszan maga elő. Umtiti, remek keresztezés volt. A Real Madrid második vonala is jobb, mint a Barcelonái, ezt mondják egyébként a szakemberek, és ezt a számokkal is alá lehet támasztani, a csereemberek sokkal hatékonyabbak, gólokat szereznek, gólpasszokat adnak, miközben úgy tűnik, hogy a Barcelona hiába költötte rengeteg pénzt játékosokra. Carvajal, Modric labda útja. Modric bent tartott, Alcácer, ez óriási lehetőség Paco Alcácer számára. Suárez, Bacho állította meg, aki tapsot kap a közönségtől. Kroos. Csupán néhány perce zajlik a mérkőzés, Kroos mindenhol előkerül. Ramos, 9 mezőnjátékossal, és ebben a pillanatban 10 mezőnjátékossal a Real Madrid a Barcelona tér felén. Ramos, jön a labda hosszú sarok felé, Alcácer megy föl fejjel, ő nem tud, Carvajal tolja vissza a labdát, Ronaldo. Jaj, mekkora labda volt, Carvajal, üres elő a terület, Carvajal is aztán sikerül kiemelni a labdát. Modric. Szépen forgolódott, Rakitic érdeme dicséretet, ő tartózkodott jó pozícióban térstégen, alászalad ennek a labdának, Benzemát pedig próbálja elcsípni a túloldalon, egy picit magasan érkezett. Nézzük meg még egyszer. Hát úgy tűnik, hogy egy vonal volt ez, Carvajal pedig alá pöcköl a labdának, Rakitic pedig kiemeli, és itt van még egyszer, bizony-bizony Umtiti ott lábat talált, nem pedig labdát, megnézhetjük innen is, a játékvezető túrépelt rajta, és biztosan biztos alapon a francia még a másik lábával is odarugott Ronaldónak. Ter Stegen, Jordi Alba, Suárez, megnyerte a párharcot Nacho Suárezzel szemben, Rakitic, Casemiro állította meg, egyelőre minden a Real Madridról szól. Nacho, Bale visszajön a labdáért. Föltették a kérdést, hogy vajon milyen állapotban van Bale. Marcelo. Sergio Roberto lépett be jól. Ő volt Luis Enrique első meglepetése itt a Santiago Bernabéu stadionban az első meccsen. A Luis Enrique korszakban is a második alkalommal is ő volt a meglepetés ember, hiszen jobb szélsőt játszott, legalábbis ami a pozíciót illeti, nem minden alkalommal került itt elő. De hát összességében, hogyha a hadrendet figyeltük, akkor jobb szélső volt Sergio Roberto, és ez jól fizetett a Barcelonának. Messi! Sokat beszéltünk arról is, több ízben említettük, hogy a legutóbbi 6 klasszikója nem tudott gólt rúgni. Egyébként ő a klasszikok történetének legeredményesebb játékosa. Iniesta viszi a labdát üres területre, Kroos ott hagyja, jön Carvajal, aztán megáll Carvajal, Modric fölveszi az emberét.
Casemiro sarokkal, ezt tetszik a közönségnek, ez is. Kroos szépen építkezik a Real Madrid, Carvajal, Benzema és Ronaldo felé az indítás. Umtiti lemarad, jön Piqué hatalmas lendülettel, de ő is lemarad. Ronaldo húz a középre, ott a Pallában, ellövi, Ter Stegen pedig fogja. Csupán három gólja van Cristiano Ronaldónak a Santiago Bernabeu stadionban a Barcelona ellen, ami a bajnokikat illeti. Mind a három találatát 11-esből érte el. Suárez nagyon távol a kaputól a Barcelona. Rakitic. Real Madrid úgy vágott neki ennek a meccsnek, hogy a legutóbbi 55 mérkőzésen rúgott legalább egy gólt. Fügykoncert a háttérben. Piqué kapta, azt mondta, hogy neki itt a Bernabeu-ban ez zene a füleinek. Umtiti. Iniesta. A Real Madridos viszonyul a saját tér felére. Alcácer vissza Iniestához. Egy picit lassú, statikus most a Barcelona. Jordi Alba van előtt egy kis terület. Jól tolja Suárez felé. Nacho lép közben, lesz közben. Zinedine Zidane a kispadon csak egyszer kapott ki a bajnokságban a hazai környezetben a Real. Egészen pontosan 2016. február 27-én. Hát nem biztos, hogy itt igaza van a partjelzőnek legalábbis. Ezt a kameraállást figyelve. Az Atlético ellen elszenvedett vereség óta 453 nap telt el. Ez is lesz. Bél volt lesen ezúttal. 21 hazai bajnoki óta veretlen a Real Madrid. A Barcelona pedig a legutóbbi 22 klasszikusán gólt szerzett. Hát ez nem perdönte ez a kameraállás, amit én kaptam itt a Santiago Bernabeu stadionban. Messi átra, Sergio Roberto. Messi eddig ritkán találkozott a labdával. Umtiti kapja túloldalon. Van előtte egy kis folyosó, úgyhogy hozhatja. Iniesta mögötte Jordi Alba. Carvajal jön ki rá. Suárez. Casemirót hagyta ott, Suárez a földön. Carvajal előnyösebb pozícióban, Alcácer megveri és hozza ki. Itt az oldalvonal mellé picit hosszú volt, itt Carvajal le is maradt. Modric érkezett mögötte és segített neki. A katalánoknak jól megy a Bernabeu-ban. A legutóbbi 8 meccséből a Barcelona csak 2-t veszített el. Jordi Alba. Iniesta. Jordi Alba. Modric. Iniesta próbálta elszedni Modrictól, Jordi Alba segít, Jordi Alba aztán a földön, Casemiro megszellőzteti a játékot, Marcelo a bal oldalon. Béllel jön Sergio Roberto, Nacho, a nagy feladatokat Nacho, Real Madrid saját nevelésű játékosa megoldotta, Modric. Nacho. Sergio Ramos, jön Bél labdáért. 7 gólja van a bajnokságban, ez nem az ő idénye. Sokszor bajlódott sérüléssel, éppen a bokáját fájlalt az elmúlt időszakban. Azt a bokát, amit műteni kellett. Carvajal. Ronaldo Benzemának teszi vissza, aztán Benzema vissza a Portugához, nem jut el a címzethez. Iniesta kaparintja meg. Busquets. Iniesta. Busquets. Kroos megy oda. Nézd át a túloldalra, Sergio Roberto, Messivel jön Casemiro, Umtiti szabad, jöhet vele egy darabig, aztán Modriccsal találkozik, meggondolja magát, Busquets. Messi. Alcácer, ügyesen fogta meg a labdát, Rakitic, Jordi Albát vette észre itt a bal oldalon, Jordi, Messi a talp alatt elcsúszta a labda, aztán odébb tudja piszkálni Busquetsnek. Iniesta, ez lövőhelyzet, Iniesta ballal, Nacho blokkol, a Real Madrid egyik legjobb eddig, Nacho. Florentino Pérez és José María Bartomeu egymás mellett a Vipáolyban. Rendkívül komoly arccal, Iniesta, Jordi Alba. Az ünnepi ebéden nem volt ott Bartomeu, itt tartották a Vipáolyban. Az elnöki páholyban, a Santiago Bernabeu stadionban. Piqué. Azt mondta, hogy jól érzi magát ebben a hangulatban. Most elcsúszott, aztán összeszedte a mozdulatait Busquets. Iniesta, Rakitic.
Messi veszi át a labdát Casemiro mellett, Jordi Alba húzódik be középre, Suárez veheti át nagy területen, van Suárez! Mellé! Sergio Ramos maradt le ezúttal. Nagy területe volt itt az uruguayi játékosnak. Tesz egy mozdulatot a labda felé Suárez. Aztán átveszi és ellövi. Nacho. Ronaldo lökete egy másik kameraállásból. Modric mutatja Nachónak, hogy igyekezzen. A Madridnak nem sürgős. Ramos. Marcelo. Ramosnak vissza Suárez, megy oda presszionálni. Nacho. Messivel találkozik Carvajal. Könnyedén ott hagyja Alcácert, Casemiro. Kroos kéri lábhoz, ez jobb megoldás. Feljebb tud kerülni így, a Real Madrid közelebb tud kerülni a kapuhoz. Gyorsabban, Rakitic. Az imént Piqué csúszott el, most Rakitic. Ter Stegen. Umtiti húzza szét egy picit a pályát, hogy meg lehessen játszani. Jordi Alba. Bélje mögötte, Jordi Alba húzza vissza, aztán Bél. Odapakol egyet Jordi Albának, megy egy kisebb disputa kettejük között, de túl vannak rajta. Egyelőre Messi gyönyörűen csinálja, és aztán Casemiro odarúg hátulról Messinek, és ezért sárga lapot kap. Nem jön jól a Real Madridnak, ha egy ilyen fontos játékos, mint Casemiro, ilyen gyorsan besárgol. A 12. perc végén járunk. Itt már előnyben van Messi, Casemiro ezt nem nézi jó szemmel, és odarúg neki. Busquets jöhet a szabadrugással. Umtiti. Az ő játékára, az ő hozzáállására nem lehet panasz. Azt mondják, olcsó volt és megérte. Az árát, Bél. Keylor Navas, kockázatos volt. Keylor Navasnak igyekeznie kellett. Messi egy rossz megoldás után. A Barcelonánál a labda. Alcácer be oda középre. Rakitisnak nem jó, Suáreznek sem volt jó. Jordi Albáról már nem is beszélve. Azt mondta Zinedine Zidane a mérkőzés előtt, miközben Messi megoldását látjuk még egyszer, hogy nem ez a meccs dönt majd a bajnoki elsőségről. Persze az hozzátette is, hogy ez egy speciális összecsapás. A kollégája Luis Enrique pedig úgy nyilatkozott, hogy igenis ez egy finálé. És ezen búlik majd a bajnokság. Bél. Umtiti. Kroos. Sokat várt. Rakitic vállal elsodorta Ronaldo oldalra. Marcelo. Sergio Ramos. Beindult Bél és Ramos ezt észreveszi. A labda egy picit lelassul, így Bél kénytelen visszafelé átvenni a labdát. Carvajal középre Modric. Rakitic keres magának egy embert, Modric. Jordi Alba mögé, Bél lesen. És úgy tűnik, hogy előrébb tartózkodott Gerrit Bél. Umtiti. Ter Stegen. Piqué. Ismételten Ter Stegen, Busquets. Real Madrid egy picit feljebb jön. Piqué. 40 gólt kapott Ter Stegen ebben a bajnokságban. A legutóbbi 6 idegenbeli meccsén 13-szor vették be a portáját. Suárez. 40 gólt az idényben. 40 meccsen. Sokak szerint ez nem jó statisztika, ha a Barcelona kapusáról beszélünk. Iniesta, Umtiti, Busquets, Suárez pörgeti vissza, Piqué és Sergio Roberto mögé érkezik, a közé érkezik, Busquets, a két játékos mögé jön, akkor sincs belőle probléma. Ter Stegen, hiszen ott nem volt Real Madrid játékos, Piqué. Nem volt rossz elképzelés. Keylor Navas.
nem ez a legjobb sorozata Keylor Navasnak. A legutóbbi 15 meccsén kapott legalább egy gólt. Az eddigi 33 meccséből 28-szor gólt kapott. Ez is sok statisztika. A Real Madrid kapusát vesszük alapul. Ter Stegen, Busquets. Keresi a legjobb megoldást Piqué mellette, Rakitic, Piqué. Kroos megy egy picit feljebb, Ronaldo követi őt, Sergi Roberto. Hát ezekkel a labdákkal Ter Stegen nem lehet zavarba hozni, Busquets. Ter Stegen. Carvajal megy a labda felé, Suárez bele pöckölt egyet, Jordi Alba azonban nem érhette el. Luis Enrique megtapsolja a kapusát, tapsol Zinedine Zidane is. Modric, nem tudta átverni, Umtiti, Iniesta, Busquets, Umtiti, Ter Stegen, Umtiti, Alcácer, befelé próbálta átverni a labdát, Carvajal lefülelte, Modric hozza középre, Alcácer otthagyja, Ronaldo Benzema felé, Piqué megpattant a labda, és ezért nem lett jó Benzemának. Iniesta, Umtiti, Jordi Alba, Busquets. Nem hozta a folyosón, inkább passzolt Messihez. Casemirot hagyja ott Messi megint. Messi megy óriási lendülete, Modric is lemarad, Messi még mindig. Rakiticnak nem jó, Carvajal pedig megmenti a labdát. Keylor, Bale, Piqué. Sergio Roberto most csúnyán lemaradt, ha eljut a labda Ronaldohoz, akkor bottal üthette volna a nyomát. Rakitic fordul a kapu felé, Suárez veszi át, de rosszul, egy picit rosszul, elpattant tőle. Ramos lábáról Sergio Roberto, Casemiro rövid saroknál helyezkedik jól, immáron Kroos, Benzema. Ronaldo kéri a túloldalon, ez lesz. Messi és Ronaldo. De ő ne sértődjön meg senki, mondom fordítva is. Ronaldo és Messi egymás kezéből kapta ki az aranylabdát az elmúlt 9 évben. Még egyszer Messi szlalomja, gyönyörűen csinálta. És aztán gyönyörűen érkezett Carvajal is. Itt pedig Ronaldo les pozíciója, Umtiti. Iniesta. Bale kap bele, Modric. A finom csellel otthagyja Iniestát, Carvajal megjátszható, Ronaldo jön középen, Benzemának is jó, Benzema! Benzemának tökéletes volt, de nem talált el jól a labdát. Ami ráadásul középre jött, így Ter Stegen könnyedén foghatta, Alcácer közben a túloldalon, Suárez kapásból mellé. Őha! Harmadszor kerül ígéretes helyzetbe. Luis Suárez, mindkét csapatnak megvannak a lehetősége, és Alcácer egyelőre jól mozog. És a meccsre sem panaszkodhatunk. Bale, Modric. Kroos felé a labda, picit magasan érkezett, Kroosnak azonban ez nem okozott gondot. Ramos. Keylor Navas. Nacho. Egyből tovább Modrichoz, a Barcelona egy picit feljebb tolja a falat, Modric váltja át a játékot, Marcelohoz a túloldalra, Kroos, Benzema mozog a lesatáról, Casemiro zárkozik egy picit feljebb, Bale mutatja, hogy kéri a labdát, de nem kapja egyelőre, Modricnál, Modric, Bale, Bale, átkülsőzi oda a hosszú sarok felé, Ronaldonak nem jó, Marcelohoz még bízott benne, hát el tudja csípni, nem sikerült. Itt pedig Alcácer gyönyörűen penderíti vissza Suáreznek, akinek volt egyébként ideje arra, hogy átvegye a labdát, de egyből próbálkozott. Ramos is lemaradt, ahogy azt láttattuk ott a háttérben. Rakitic. Messi. 21 gólt rúgott 33 meccsen a Real Madrid ellen. Casemiro. Kroos. Marcelo. Ronaldo. Hozza befelé, Ronaldo jobb lábán, Ter Stegen és Umtiti. Alcácer pedig kifelé fordul és kirúgja a labdát.
hogy Messit lehessen ápolni. Hernández is oda megy. És fölteszi a kérdést, mi a probléma. Válasz nem érkezett. Az arcára kapott egyet. Messi, itt látjuk, Marcelo könyökölt bele, nem volt szándékos. Ez a 34. klasszikusa Messinek, csak úgy, mint Sergio Ramosnak. A 21 gólja mellett van 13 asszisztja is, de utoljára 2014-ben, 2014 március 23-án vette be a Real kapuját. Igaz, akkor háromszor, ami már a második mesterhármasa volt a nagy derbi történetében, ami rajta kívül csak egy magyarnak sikerült, nevezetesen Puskás Ferencnek. Ter Stegen védése Cristiano Ronaldo lövése után. Ter Stegen. Messit még mindig ápolni kell, ott az oldalvonal mellett 10 emberrel a Barcelona. Suárez. Ramos. Ügyesen csípte maga elé a labdát, Nacho kapja Kroosztól, majd Kroos vissza Nachótól. Megy az indítás Bél felé, Bél nyújtózkodik. Nem volt erő a labdájában, és ez is középre jött. Messi ajkát rendbe tették. Piqué rövidesen visszajön a pályára, Ter Stegen. Pillanat Jordi Alba felé, Jordi. Iniesta-hoz ejtett oda a labdát, Umtiti. Ter Stegen. Lőzerik eszette össze a labdát. Benzema a kapu felé fordul azonnyomban. Piqué biztosított ott Ter Stegen mögött. Bél labdája nem jó. Nem az igazi Gareth Bale. Ezt mondják Madridban. Busquets. Visszajött egy tamponnal Messi. Közben Casemiro majdnem fölbuktatta őt. Messi. Megérte Jordi Alba, Carvajal mutatja Keylor Navasnak, hogy menjen vissza a kapujába. Úgyse vállalta volna be, mert Alcácer figyelt ott arra a pozícióra, Casemiro. Marcelo támadja labdát, jól veszi át a brazil. Sergio Roberto-ra viszi rá, Rakitic és visszazár Benzema, elengedi Ronaldónak, Ronaldo lefordul, és aztán lő mellé fölé. Ronaldo visszalép érte, és aztán ballal küldi mellé. Rengeteg beadás érkezik a jobb, illetve a bal oldalról, ami a Real Madridot illeti, ez a játékának az egyik erőssége. Iniesta, Messi, Busquets, Ronaldo lép vissza és szerez labdát. Umtiti, Jordi Alba. Beindul Alcácer, Ramos hiába emeli a kezét, nem volt les. Alcácer, Carvajal mellett próbál megcsinálni. Carvajal megoldotta a feladatot, Casemiro jön segíteni. Rakitic kap bele, bedobás. Jöhet Carvajal. Nacho. Kroos. Busquets visszajön a saját térfelére. Modric. Ez itt nyújtózkodik kellett a labdáért, de megoldotta. Kroosnak oda középre. Marcelo mutatja magát a bal oldalon. Sergio Ramos. Marcelónál. Benzema.
Ramos, Kroos, megint följebb jön most a Barcelona. Ezt észreveszi Ronaldo, és ő is jön párhuzamosan a Barcelona vonalával. Kezezés mutatja Hernández. Ő dirigálta ebben a szezonban a Sevilla-Real Madrid meccset, ami a madridiak 40 meccses veretlenségi szériájának az utolsó állomását jelentette. Ronaldo lövése. Busquets. Ronaldo jött. 2-2-ben a Madrid. Benzema lekészíti. Busquets érkezik vissza, és szerzi meg a Barcelonának. Sergi Roberto. Hernández a Barcelonának is vezetett egy emlékezetes meccset Sevillában ebben az évadban. A Betis ellen itt, ahol noha fél méterrel áthaladt a labda a gólvonalon, nem ítélt gólt a Barcelonának. Busquets. Messi. Megint ott adja Casemirót. Óriási párharc ez Iniesta, Jordi Alba. Iniesta. Messi kéri el. Busquets. Nem megy feljebb Rakiticsnak. Tolta föl a labdát Sergi Roberto. Beindul Alcácerlesen volt. Hernández mutatta, hogy látta, de menjen tovább. Modric ebbe belebonyolódott. Jordi Alba lopta el Casemiro mellett. Jordi Alba Modric mellett megtartja. Aztán Marcelo szerzi meg. Benzema. Modric. Ramos mutatja a játékvezetőnek, hogy figyeljen. Közben jelzi a többieknek, hogy menjenek feljebb. Carvajal üres területre Bélhez. Béllel jön Piqué. Visszerel. Szöglet. Most Piqué teszi fel a kérdést a többieknek, hogy a gyerekek hol vagyunk. Miért nem jövünk vissza? Marcelo közben a földön. A Bél észreveszi, hogy Piqué bedobta magát, akkor nem biztos, hogy ezt a megoldást választja. Jön Kroos szöglete, rengeteg gólt fabrikált Kroos pontrugásból a Real Madridnak. Piqué Ter Stegen kezéből fejelte ki a labdát, emelte ki a labdát. Ott van, és kapufa, majd gól Casemiro. Megszerzi a vezetést a Real Madrid, Casemiro a gólszerző. Hát erre a fiatalemberre is lehet számítani, itt is, ott is, bárhol. A pálya közepén, amikor védekezni kell, vagy éppen ott elől, amikor gólt kell rúgni. Zsinórban az 56. meccsén gólt szerez a Real Madrid. Itt van Marcelo labdája. Ezes volt. Ramos előrébb volt, legalábbis én így láttam. A kapufáról kijön a labda, Casemiro pedig bepörgeti. Egy nőra vezet a Real Madrid. Rakitic marad le a túloldalon. Nem ő volt az egyetlen. Nézzük tovább. Jordi Alba. Piqué. Umtiti. Piqué. Sergio Roberto. Rakitic. Umtiti. Hát most pláne a Barcelona a sürgősebb, hiszen hátrányban van. Piqué.
Messi kér a labdát, ott van Sergi Roberto is. Piqué segíti fel a labdát, egy nagyobb folyosó előtte Piqué, Casemiro támadja, Rakitic marad üresen. Messi húzódik egy picit beljebb, Suárez is mocskolódik, ott a 16-os vonalán. Messi, biztosak lehetünk benne, hogy a spanyolok még néhányszor előkapják Marcelo indítását. Jordi Alba. A gól óta nem nagyon birtokolta a labdát a Real Madrid. Rakitic, Messi. A Barcelona kap szabad rugást. Megtolja Kroos, oda piszkál, és érkezik Casemiro is. Casemironak figyelnie kell. Mert már a 12. percben besárgult. Jordi Alba. Iniesta hátra, Umtiti. Az utolsó pillanatban sérülés miatt lecseréltek az egyik asszisztens, Naranjo Pérezt. Miguel Martínez Munuera helyettesíti. Piqué. Iniestától visszakapja a labdát. Martínez Munuera túloldalon dolgozik. Busquets a vonal között, Rakitic nem volt le, Suárez engedi el, Messi jön vele, Messi az ember, és ott a gól! 33. percben kiegyenlít a Barcelona. Hat klasszika után ismételten eredményes Lionel Messi. Piqué közben azt mutatja a társaknak, hogy nyugodjanak meg. Idénybeli 30. gólját jegyzi Lionel Messi. Rakitic nem volt lesen, Suárez elengedi. Aztán behozza Messi két ember közé, Carvalho és Modric közé. És aztán veri Keylor Navast. Pazar mozdulatok. 1-1. Innen megyünk tovább. Bő fél óra alatt két gólt láttunk. Ramos. Marcelo. Ez a 22. gólja a klasszikókon. Bél igazítja meg, Bél csúnyán fölé varta. 87-szer fogadja a bajnokságon a Real Madrid a Barcelonát. Összesen háromszor játszottak gól nélküli meccset, utoljára 30 évvel ezelőtt. A csapatok nem hazudtolják meg önmagukat. Ter Stegen. Alcácer húzódik be középre, Carvalho. Sergio Ramos hibázott. Suáreznek nem jó. Ramos jelezte Nachónak, hogy lépjen egy picit feljebb, de most Nachónak is van mondani valója. Nézzük meg még egyszer Messi gólját. Rakitic vissza, Suárez szépen csinálja, elengedi a labdát, jön Keylor Navas. De már nem tud segíteni. Megint egy kockázatos passz. Nachónál. Beindul Bale. Nem adta oda Nacho egyébként, a Velszi lesen lett volna. Sergio Ramos. Benzema. Sergio Roberto jön mögötte. Kroos. Presszionál a Barcelona. Négy ember ott a túloldalon, presszionál és meg is szerzi a labdát. Suárez, Ramos. Jól lépett közbe, ez a cserés jó Sergio Roberto mellett. Casemiro.
Benzema kihúzódik oda az oldalvonal mellé. Marcelo. Kroos. Carvajal. Alcácer jön visszavédekezni rendkívül fegyelmezetten. Modric tolja föl, ez lövő helyzet. Modric! Ter Stegen védett hatalmasat. Ronaldo megy a lecsorgóért. Kintről jött vissza a labda. Hajon megküldte Modric. Átveszi a labdát, megtolja és bum. Hatalmasat repült Ter Stegen. És repülnie kellett, mert csak így volt esélye, hogy hárítson. Béla földön. Bokáját fogja, úgy tűnik, hogy igen. A nagy kockázatot vállalt Zinedine Zidane azzal, hogy beküldte Bélt. Hiszen biztosak lehetünk benne, hogy nincs 100%-os állapotban. Rengeteg variáció szóba került. Inés távol diskurál Luis Enrique, és ott van Messi is, akit ápolnak. Hát nem ebből a kameraállásból fogjuk megítélni, hogy Ramos lesen volt-e vagy sem. Azt látjuk, hogy Ramos itt rámeli a kapufára, és Casemiro pedig beemeli a kapufa mellé. Na nézzük, nem volt lesen Ramos. Nem volt lesen Ramos, első blikre tűnt lesnek a szituáció, innen már nem. Egy picit beleért Alcarral ott Keylor Navas. És ha már a variációknál tartunk, úgy tűnik, hogy Bale nem tudja folytatni a meccset, és pótolni kell őt. Ha jól látom, Marco Asensio melegít. Busquets. Jordi Alba. Piqué. Sergi Roberto, jó ütemben Messihez. Casemiro lép közbe. Benzema. Ronaldo. A közönség tüntet. Úgy gondolják, hogy Umtiti ezért megérdemelne egy sárga lapot. Asensio volt az egyik lehetőség Zinedine Zidane kezében. Hát valóban oda piszkált Umtiti. Asensio jön, akkor nem mond le a 4-3-3-ról Zinedine Zidane. Itt van Asensio. Bale nem tudja folytatni a meccset. Kroos. Nacho. Asensio próbál labdát szerezni. Jordi Alba, Busquets, Jordi Alba, Umtiti, Piqué, Sergio Roberto várja az oldalvonal mellett, Piqué nem akarta bevállalni, Roberto, Ter Stegen, Busquets mutatja Ter Stegennek, hogy ne kockáztasson, rúgja föl a labdát, Messi feje Ramos mellett, Casemiro, mehet tovább.
Suárez vissza, Messi Suáreznek. Jön Nacho, Messihez kerül a labda, Messi mellé. Kirúgás. Messi szerint valaki hozzáért. Hát innen ezt nem lehetett megítélni. Majd innen, lassításból. Hát innen se. De innen már igen. Carvajalról szédült ki a labda. Nacho. Keylor Navas. Jordi Alba elengedi Umtiti. Ter Stegen. Piqué húzódik hátra. Ter Stegen oldalra. Sergi Roberto. Rakitic váltott. Ez lehet, hogy Suárez itt meghúzódott. Umtiti. Befutott a labdát Iniesta. Busquets. Iniesta. Rakitic. Lazította föl, egy picit ott a területet Robertónak. Piqué. Busquets. Rakitic kéri. De nem kapja. Egyelőre nem. Sergi Roberto. Rakitic. Busquets. Tartja a labdát a Barcelona. Umtiti. Iniesta. Modric tolja visszafelé. Rakitic visszajön vele a saját tér felére. Ter Stegen. Piqué. Megpróbálkozik egy másik megoldással a Barcelona, hogy kihozza a labdát. Rakitic. Jordi Alba mutatja, hogy megindulna a Ter Stegen. Suárezért hozza utoljára, Kroszhoz kerül a labda. Marcelo indult meg, szélsebesen, és nyesi középre a labdát, Umtiti figyel. A Barcelona egyik legjobbja, Samuel Umtiti. Iniesta. Egyébként kevesen jönnek a támadással, a társak közül Messi. Ugye ütemben Suárez felé nem volt lesz, Alcácer mozog vissza, Asensio, és aztán Jordi Alba. Lehet, hogy az zavarta meg Jordi Albát, hogy Asensio tett egy mozdulatot a labda felé. Carvajal középre, Kroos. Marcelo. Benzema. Marcelo. Kroos. Asensio húzódik be középre, Modric kérte, Nacho kapja. Kroostól Ronaldo. Régen találkozott a labdával. Szabadrugás. Nem volt les az elrugás pillanatában. Alcácer pedig visszamozog. Lehet, hogy itt Asensio is belekapott, és ezért nem tudta jól eltalálni a labdát Jordi Alba. Asensio. Ramos. Nacho. Casemiro nyújt segítséget, jön Asensio is. Rakitic. Ter Stegentől kért elnézést. Ezek szerint ő lett volna itt a cél, Marcelo. Kroos. Modric. Casemiro oldalra, Carvajal. Modric indul be, nem jut el hozzá a labda, Alcácer, Iniesta, Alcácer. Nem találta jól a labdát. Carvajal, Asensio. Jordi Alba kezében. Carvajal Casemiro-nak mentette meg Nacho. Ramos. Ronaldo kéri a labdát. Asensio felé száll, Asensio. Közelebb hozzá.
Modric. Ronaldo mozogott középen, Modric pedig mozog befelé. Jordi Alba fekszik el keresztbe. Két perc a ráadás. Messi. Kitámad a Real Madrid. Messi átmegy a túloldalra. Rakitic-en a jobblán. Suárez középen. Messi a földön. Szabadrugás. Ramos pedig letámadja Hernández-t. Tizenháromszor vezetett a Realnak, 10 győzelem és 3 vereség a mérleg. Casemiro bizony megtaposta Messit. Ez azért érdekes, mondom még egyszer, mert Casemironak van egy sárga lapja. Köszönöm szépen. Egy-egyre át a Santiago Bernabeu stadionban a Real Madrid-Barcelona mérkőzés. Casemiro szerzett vezetést a Real Madridnak, és Messi egyenlített néhány perccel később. Casemiro harmadszor eredményes a bajnokságban, Messi pedig megszerezte az első gólját klasszikon a Luis Enrique korszakban. Egy kényszerű csere volt, a hazaiaknál Bale megsérült, nem tudta vállalni a folytatást, Marco Asensio foglalt el a helyét. A Barcelona indítja útjára a labdát a második félidőben, nézzük tehát a folytatást. Umtiti, ahogy Nyilosi Tibor is említette, a Real Madrid óriási tempót diktált az első 15-20 percben, aztán a Barcelona összekapta magát, és most már elmondhatjuk, hogy egyensúlyban vannak a csapatok. Umtiti. Iniesta mozgolódik fölötte, Piqué engedi el a labdát, de csak egy picit, hogy aztán le tudja reagálni. Sergi Roberto. Ronaldo küldi visszafelé. Ugyanezt tette Sergi Roberto is a labdával. Ter Stegen. Umtiti. Asensio jön, és érkezik Iniesta is. Szépen építkezik a Barcelona. Jordi Alba tolját a túloldalra, Alcácer távolodik el tőle, hogy megkaphassa. Nincs jelentősége, mert Hernández megállítja, szabadrugással jöhet a Barcelona. 1-1 a sárga lapok aránya is. Casemiro és Umtiti sárgult be az első játék részben. Busquets, Rakitic a vonalak között. Kroos érkezik vissza, Marcelo nem tudott úgy villogni, mint korábban. Benzema.
Ronaldo most megy át a túloldalra, de ennek sincs jelentősége, mert Rakitic visszaszerezte labdát a Barcelonának. Piqué jobban kezdi a második félidőt a vendégcsapat. Messi néz föl, Messi. Suárez elől Casemiro tolja el a labdát. Carvajal, Asensio. Jön vele nagy lendülettel, Carvajal fut mögötte, Asensio viszi a kapu felé, Umtiti beátrál, Asensio most lát, Carvajal be középre, és Piquéről megy ki a labda, szöglet. Szép kontra volt. Jó ütemben érkeztek a labdák, középre, oldalra, és Piqué is jó ütemben jött. És jön Kroos szöglete. Nacho a rövid saroknál. Suárez felé el a labdát, Messi. Modric jön vele, ott van Ramos is. Gyönyörű labdaszerzés. Modric érdemel dicséretet, Carvajal. Ramos helyezkedik ott középen. Casemiro egyelőre nem megy visszavédekezni, Nacho. Most aztán úgy látja, hogy jobb, hogyha visszamegy a helyére, mégiscsak az a dolga, hogy védekezzen. Carvajal könnyedén fordult le Suárez mellett. Carvajal még mindig. Modric ütözködik ellett érte. Asensio kéri, de nem jut el hozzá, egyébként nem lett volna lesen. Carvajal egy váltás ide a túloldalra. Marcelo. Marcelo. Rakitic vele szembe, Marcelo középre. Jól teszi tovább. Kroos, és aztán Ter Stegen. A német párharcot Ter Stegen nyeri. Hát innen a lelátóról figyelve lehet, hogy mellé ment volna. De nézzük meg innen is. Ki tudja. Marcelo középre. Busquets kicsúsztatta a labdát. Ronaldónak vannak problémái, de összekapta magát, és tőle is mehet tovább a meccs. Casemiro, Umtiti. Urán kapott bele, Benzema kiengedi a túloldalon, szöglet következik. És Kroos jön ide is. Itt van még egyszer Kroos lövése. Hatalmasat védett Ter Stegen. Marcelo, Kroosnak vissza, Kroos alá rugott a labdának, les volt. Egyértelmű. Ramos előrébb tartózkodott. Ter Stegen. Iniesta-tól kapja vissza. Ter Stegen. Busquets. Benzema állította meg, kifelé jár szabadrugás. És Busquets-t ápolni kell. Busquets itt rálép a labdára, Benzema pedig a lábára. Nagyon szépen fedezte a labdát Busquets. Piqué. Rakitic hátra, Umtiti. Asensiót hagyta ott könnyedén. Jordi Alba. Beindul Alcácer, Jordi Alba. Iniesta-hoz vissza. Jordi Alba. Les. Jordi Alba néhány héttel ezelőtt odaszúrt Luis Enriquének, nem volt les. Innen figyelve nem volt les. Mondván, a spanyol válogatottban játszik, de klub csapatában nem. Elmegy Isco melegíteni. De nem az egyetlen. Kroos. Marcelo. Rakitic mellett középre, aztán ügyesen átkülsőzi a túloldalra, Carvajal. Modric. Asensio mozgolódik. Modric. Asensio.
Ronaldo jön a labda felé. Asensio ezt észreveszi természetesen. Azt nem láthatta, hiszen hátul nincs szeme, hogy érkezik Suárez, ki megzavart a Ter Stegen, aztán Asensio ment oda zavarni Ter Stegenhez. És ezért tapsot kap a közönségtől. A következő szezonra készítik elő, legalábbis azt mondják itt Madridban. Kroos most sem játszik keveset. Carvalho megy érte. Megpattan a labda és kikacsázott, úgy pattant aztán föl, hát olyan magasra érkezett a labda, hogy Carvalho azzal már nem tudott mit kezdeni. Ter Stegen, Carvalho szerez labdát, Ter Stegen hibázott itt nagyot, Modric. Benzema elengedi Ronaldónak, Ronaldótól visszakapja a francia Benzemát, hárman veszik körbe, Busquets Asensio mellett fordul, lejön Casemiro segíteni, Busquets megoldja, mégsem oldja meg. De úgy vesszük, akkor igen, mert kap egy szabadrugást. Ramos támadja le Hernández-t. A Kanári-szigeteki játékvezető magához rendeli a csapatkapitányt, és elmondja neki, hogy be lehet fejezni. Az van, amit ő mond, amit a játékvezető. Piqué. Ter Stegen. Piqué megint. Mond le a labda kihozatáról a Barcelona, Umtiti. Hét emberrel a Barcelona tér felé most a Madrid. Benzema gyorsított egy picit a lépteit, Kroos figyeli, Sergio Roberto rálépett, ezáltal lelassult a labda Kroosnak, tökéletes volt. Kroos, jó a váltás, Marcelo nem volt les, Marcelo középre! A kapufáról szédül ki a labda. És így lesz belőle szöglet. Alcácerről megy ki. A Real Madrid lassan végzi el, úgyhogy a spanyolok előkaparhatják nekünk a lassítást. Itt az elrúgás pillanata. Marcelo nem volt lesen. Benzema ott hagyja Umtitit fejjel. És nem kapufa volt, nem. Ter Stegen kapott bele ott lábbal. Kroos. Suárez emeli ki, Carvalho kapásból. Nem volt ez rossz elképzelés. Piqué. Nagyon okosan oldotta meg Carvajal. Ott egyáltalán nem akart fejelni, hiszen tudta, hogy Jordi Alba sem tud. És a partdobás az neki tökéletes lesz. Nacho. Ramos. Piqué. Messi. Jordi Albát vette észre a bal oldalon. Carvajal megy oda. Iniesta. Messi. Iniesta egy picit lelassítja a tempót. Piqué lép át a túloldalra. A Real Madrid szépen visszahúzódik. Sergio Roberto, Busquets. Piqué. Luis Enrique nagyon nem értett egyet Piquével most. Közel a másodikhoz a Real Madrid. Rakitic. Jordi Alba. A elé pattintja Rakitic. Jó teszi tovább Alcácer helyzetben és óriási védés. Keylor Navas. Mekkora bravúr volt. A Barcelona is közel a másodikhoz. Piqué. Iniesta. Messi. Ramos és Marcelo szerinted labda volt. Valóban az volt. De azért kíváncsi vagyok, hogy meddig marad a pályán Casemiro. Rakitic fölpiszkálja, Alcácer pedig nem ballal, hanem jobbal.
de ön eltávolodott tőle, és csak Spitzel tudta eltalálni a labdát. Messi és Rakitic a labda mögött. Luis Enrique leül, Juan Carlos Unzué mutogat. Messi, Pelé, nem volt veszélyes. Egyes források szerint a Barcelona már megegyezett Valverdével, az addig Bilbao vezetőedzőjével, és állítólag ő folytatja majd a munkát a Barcelona kispadján. Éven még egyszer Jordi Alba passz, aztán Rakitic finom mozdulata, és Alcácer befejezése. Keylor Navas védésével fűszerezve, Busquets, Piqué, bocsánat. Rakitic. Messi engedi maga elé. Nem tudta jól átvenni Suárez, pedig ez is nagy lehetőség volt. A Barcelona játékosai Unzuét szeretnék a kispadra. Azt mondják, hogyha a Barcelona egy pozitív eredményt ki tud itt csikarni, és azzal van esélye arra, hogy bajnok legyen, akkor egyelőre az edző nem kerül szóba. De ha itt a Barcelona vereséget szenved, könnyen elképzelhető, hogy már hétfőn bejelentik, hogy ki folytatja a munkát a katalánok kispadján. Suárez Bacho mellett megcsinálja, Casemiro mellett is. Egy aztán Carvalho mellett szerette volna felpöckölni a labdát Alcácernek. Mascherano és André Gomes melegít. Suárez lehetősége még egyszer, és Luis Enrique reakciója. Mindenek előtt ő jött ki a zöld gyepre a mérkőzés előtt, a teljes csapatával, hát vannak van 8-an. Jön a szöglet, Busquets támadja rövid sarkot. Piqué fel, támadja a labdát, és Keylor Navas. Hó, ez is mekkora bravúr volt. Kroos, jön a kontra. Nincs kontra. Jordi Alba közbeszólt. Hó, mekkorát fejelt itt Piqué, és mekkorát védett Keylor Navas. Ronaldo mellett bólintott Piqué. Hát nagyító alatt a kapusok. Jól teljesítenek. Kroos. Carvalho. Kroos Ramosnak. Busquets most lemarad. Asensio. Benzemához pattan a labda. Marcelo. Kroos. Beindul Carvalho ott a jobb oldalon. Alcácer figyel rá. Carvalho átveszi a labdát. Megtolja és jön középre Ter Stegen. A rövid saroknál fogja. Ronaldo tartózkodott mögötte. Piqué fejese még egyszer, egy másik kamera állátba gyönyörűen megy fölfejelni. Umtiti, és hát nagyot kellett repülnie Keylor Navasnak is. Piqué, a második játék részben sem unatkozunk. Iniesta. Sergi Roberto. Rakiticnak hagyja ott Busquets. Messi mutatja magát, Busquets. Rakitic. Egyre hevesebben melegít André Gomes. Busquets, Umtiti. Umtiti ezt bevállalta, kockázatos volt. Modricon változtatott irányt a labda, és így került aztán haza Keylor Navashoz. Casemiro. Nem tudta megszerezni a Barcelona. Alcácer hosszan pattintotta maga elé. Iniesta kéri el. Rakitic. Sokat van játékban, jól játszik. Iniesta. Busquets. Jordi Albát futtatja.
ezt nem lehetett elérni. Arda Turan is a háttérben, ő is felépült sérüléséből, az is benne volt a kalapban, hogy játék lehetőséghez jut. Hát még kaphat sanszot, Carvajal hibázta el Modric, Modric a földön, kifelé jár szabad rugás. Hernández megy oda könyvelni. Carvajalt kéreti magához. Hernández. Ott van Suárez is. Igen, Suárez piszkált oda hátulról. Nézzük az élő képet. Ramos. Asensio indul be. Les. Ter Stegen jött ki. Gyorsan játékba hozta a labdát. Jordi Alba. Iniesta. Messi. Jordi Alba felé. Carvajal fülelte le. Jöhet ott az oldalvonal mellett. Modric segíti. Jó a váltás, jónak tűnik. Az is, Modric, beljebb segíti, Iniesta mellett vissza, Carvajal nyújtózkodik, Carvajal belebonyolódik, Umtiti pedig kivágja. Ramos szedi össze. Marcelo. Rakitic figyeli közelről. Marcelo túloldalra, és egy óriási mentés. Le a kalapa Ronaldo előtt. Jordi Albát segíti föl, itt van Marcelo beadása és Jordi Alba mentése. Kroos a szöglettel, Suárez, Modric. Kroos. Jó meglátás Marcelo. Casemirótól kap segítséget, Busquets sanyargatja ott Marcelót. Jött Alcáceres is, aki 754 percet játszott a ligában eddig, összesen 23 meccsen. Modric, jó volt az elképzelés, Ter Stegen érezte az ütemet, jött, és csippentette föl Ronaldo elől a labdát, Rakitic. Piqué. Sergi Roberto. Marcelo. Keylor Navas nem kockáztatott. Kivágta a pályáról. Ugye Piqué egy picit közelebb jön Luis Enriquehez. Sergi Roberto. Megkapta az újabb információkat, hogy innentől kezdve hogyan kell játszani. Rakitic. Umtiti. Iniesta. Elindul vele befelé Modric mellett. Iniesta. Asensiót is ott hagyja. Rakitic. Rakitic középre. Ramos elegánsan emeli ki a labdát, ami Iniestahoz jut. Messi. Sergi Roberto. Rakitic. Casemiroról megy ki. Busquets. Rakitic, Umtiti, Iniestától visszakapja, Piquet nem vállalta be, Busquets jobb pozícióban volt, Sergi Roberto mutatja magát és kapja a labdát, Messi, a láb pörget, Suárez felé az indítás, Ramos, Casemiro, szedi le ott a 16-os előterében, kap egy szabadrugást, jöhet Real Madrid. Továbbra is egy-egy a találkozó állása, mindkét csapatnak megvolt a lehetősége, hogy megszerezze a másodikat. Marcelo, Benzema itt, Alcácer ott. Kroos, ez nem les. Asensio, Carvajal jön mögötte. Asensio kíséri befelé egy darabig, aztán tolja Ronaldohoz, holtulat szép, de nem hasznos.
Jordi Alba jelzi a többieknek, hogy jöjjenek vissza. A Benzemának nem jó, Ronaldónak kellett beátrálnia, de nem sikerült jól eltalálni a labdát. Suárez legutóbbi 4 meccsé nem szerzett gólt, ez a legrosszabb sorozata a Barcelona játékosaként. Jordi Alba, Modric. Titi fejelt bele, Benzema. Pikét most ott hagyta. Hey, micsoda váltás volt, Asensio viheti a kapu felé. Asensio leteszi Ronaldo fölé. Ronaldo mögé érkezett a labda. Asensio berúghatta volna. De úgy volt vele, rúgja be Ronaldo. Persze ahhoz, hogy Ronaldo berúgja, kellett volna egy jobb labda. Mert ez a portugál klasszis mögé jött. Bizony. És ott már nem tudta irányítani a labdát. Sergi Roberto. Messi. Casemiro fut mögötte. Iniesta. Picit közelebb a kapuhoz. Iniesta. Alárug neki. Suárez. És aztán Keylor Navas. Parádé. Ezzel a teljesítménnyel nem lopja be magát a szurkolók szívébe, akkor nem tudom, mi kell ahhoz, hogy Keylor Navast itt elfogadják. Gyönyörű labdát adott Iniesta. Nézzük Rakitic szögletét. Rövid sarok felé jön, ott a lecsorgó Messi, Marcelo. Jordi Alba az utolsó ember. Rakitic. Busquets. Rakitic. Kroos belelépett. Carvajal. Carvajal. Kroos későn reagálta le ezt a labdát. Piqué. Messi. Busquets. Vissza oda Messihez. Messi megindul egy olyan picit lassan, aztán fölgyorsít Casemiro mellett. Messi viszi. Messi lő! Keylor. Carvajal emeli ki. Ronaldo. Busquets most rosszul helyezkedett. Umtiti segít a társaknak. Haza akart adni a labdát. A labda Ronaldo lábával találkozott, és így szédült ki. Itt pedig Messi szédíti az ellenfeleit. Jön Kovácsics. Lemegy Casemiro. Nem kockáztat Zidane. Ugye föltettem a kérdést néhány perccel ezelőtt, hogy meddig tartja fönt a pályán Casemirót Zinedine Zidane. Hát eddig tartotta fönn a pályán Casemiro. Casemiro Zidane. És cserél Luis Enrique is, jön André Gomes. Alcacert váltja a portugál. Mateo Kovácsics a pályán. Primer cambio en el Fútbol Club Barcelona. Se retira con el 17 Paco Alcácer y entra con el Suárez. André Gómez. Marcelo. Ez kockázatos volt, Marcelo lemarad. Roberto hozza feljebb. Sergi Roberto. Suárez nem kapott jó labdát. Rakitic érkezik a második hullámban. Rakitic nem tudta fölemelni. Ramos fejelte ki. Benzema. Kroos. Modric. Megy Ronaldo. Nem volt les. Jön Ter Stegen. Még bele tudott kapni a labdába. Bedobás. Gyorsan érkezik a labda. Ronaldo már is pályára küldi. Modric. Ronaldo. Asensio. Kovácsics. Kroos. Megjön a közönség hangja is. Barcelonál. Rakitic viszi rá a labdát, ott is adja az ellenfelét, megint Jordi Alba fejeli el Ronaldo elől, Rakitic fejeli le, Busquets. Messi. Ramos üldözte, Rakitic. Umtiti. Jordi Alba. André Gomes. Jó labda, Gomes, Carvajal mellett, be is tudta adni, Nacho figyelt a rövid saroknál.
Modric hozhatja, és hozza is. Jordi Albát ott hagyja, Busquets is lemarad, Messi szerel, Hernández mutatja, hogy labda volt, de mire ez kimondó már Kovácsicsnál. Kovácsics indítja Asensiót ott a jobb oldalon, ketten várják középen, Ronaldo támadja a rövid sarkot, Asensió! Hát ő is a rövid sarkot támadta, másképpen. Ter Stegen, Zidane-nak tetszik, és azt hiszem mindenkinek, aki nézi ezt a meccset. Körülbelül 650 millió szurkolóhoz jut el ez az összecsapás. 40 ország képviselteti magát a lelátón. 185 országban látják a meccset. Sergio Roberto, Messi, Kovácsics lemarad. Aztán Kovácsics javít, Asensio. Kroos elaludt, másodszor most már. 3 perc leforgása alatt Busquets. Messi megy, Jordi Alba nem megy. De kapja, Messi kapja, aztán Rakitic is, áthúzza a bal lábára, Rakitic, óriási gól, megfordítja a mérkőzést a Barcelona, 1-2, Keylor Navas ennek az ellenszerét már nem találta, nagyon eltalálta Rakitic. Nacho kap bele a labdába, Rakitic áthúzza a bal lábára, aztán behúzza oda a hosszú zsarúba. Bomba gól. Idénybeli 7. gólját jegyzi Rakitic, és az elmúlt időszakban kifejezetten jó formában játszik. És gólokat lő. Negyed órája van a Real Madridnak, hogy egyenlítsen mindenek előtt. De a cél a győzelem. Kovácsics. Minden bizonnyal jön Isco. Ronaldo, Piqué. Toni Kroos végzi el a szögletet. Marcelo a 16-os előterében. Benzemának nem jó, Piqué emeli ki a labdát. Modric, Umtiti mellett. Modric, Piqué lép közbe. Carvajal. Kovácsics. Nacho. Marcelo. Ez nem lesz. Ronaldo. Nem volt benne erő, Jordi Alba. Jelzi a partjelzőnek, hogy figyelje, mert szerinte ez les volt. Hernández pedig figyelmeztette Jordi Albát. Maradjon csöndben, és foglalkozzon a játékkal. Messi, Rakitic. Rakiticnak ez a 6. klasszikója. A Sevilla játékosaként már bevette a Real Madrid portáját, és ez az első gólja a Barcelona futballistájaként. Asensio. Busquets állította meg. Rakitic. Kroos. Kovácsic. Modric. Carvajal kéri a túloldalon. Beindul Ronaldo, nem lehet hozzá játszani, mert lesen van. Modric. Modric. Kroos. Marcelo. Nagyon lelassult a Real Madrid, és a közönség ezt szóvá is teszi. Carvajal.
Kovácsics a két belső védő között, Sergio Ramos, Marcelo, Ramos visszajövve a saját tér felére. Tapsó, Ronaldot vette célba, hogy a legutóbbi öt bajnokián, hogy a legutóbbi öt bajnokin nem szerzett gólt, március 12-én volt eredményes utoljára. Igaz, ebben a sorozatban két meccset kihagyott. Pihentette őt Zidane. Benzema. Jön az oldalból a mellé, aztán megy vele befelé. Sergio Roberto viszi rá. Piqué. Messi. Megtolja, elindulna. Ramos megállítja. És ezért kap egy piros lapot. Azt akartam, hogy ezért kap egy sárga lapot, aztán egyszer csak megláttam a pirosat Hernández Hernández kezében. Sergio Ramos kiállítja Hernández Hernández, most már másodszor, mert az első klasszikon is leküldte. Ember hátrányban és gól hátrányban a Real Madrid, duplán nehéz helyzetben. Hát nem értik a lelátón. Még Modric is kap egy sárga lapot, ha jól látom, reklamálás miatt. Messi átveszi a labdát. Ramos pedig megpróbálja szerelni, két lábbal megy, hát ezen fognak vitatkozni. Hát biztos, hogy nem talált el a labdát. Sergio Ramos. De ugye ez piros lapot érte, vagy sem, az már vitatárgya lesz, én azt hiszem. És mutatja Sergio Ramos, hogy ember néz föl, hallgass meg a közönséget, megtapsolja a bírót. Neymar három mérkőzésre szóló eltiltást kapott a malagueni meccs után. Egyet ugye két sárga miatt és kettőt, azért megtapsolta a játékvezetőt, Busquets. Rakitic. Piqué. Ugye valakinek jelezte Sergio Ramos, hogy a dumát be lehet fejezni. Kovácsics lecsúszott a lábáról. Szöglet. Mi legyen Carlos? Most sem fog megtudni. Nézzük inkább Rakitic bomba gólját. Aztán nézzük Rakitic kis szögletét. Messi. Iniesta. Iniesta-nak ez a 35. derbije. Messi. Iniesta. 519 napja nem lőtt gólt a ligában. Utoljára itt volt eredményes, tavaly. A 0-4-es meccsen. Suárez, jó a váltás André Gomessel, Piqué várja középen, Piqué átveszi és Keylor Navas! A Piquéhez berúgja, eltől a meccs. Keylor Navas azonban még életben tartja a Real Madrid reményeit, esélyeit. Gyönyörű játék volt, Carván remaradt, Gomes vissza. Kovácsics elrepült a labda mellett, Piqué pedig belerúgta a kapusba. Ronaldo. De a kaput sem találta el, szerinte ez szögletnek valaki hozzáért. James jön, nem pedig Isco. Busquets, Suárez, Messi. Kovácsics megállítja Messit. Ez milyen színű lap? Sárga. Nem bírnak Messivel. Hát tulajdonképpen azt veszük alapul, Messi a kulcsember ennek a meccsnek. Róla kapott sárga lapot Casemiro. Azért,
cserélték le Casemirót, mert az ő játékában benne volt az újabb sárga. Egyébként volt az első játék egy olyan szituáció, amikor kaphatott volna egy másikat. Ramost messziről állították ki. Marcelo, Piqué, Busquets a földön. Modric tolt egyet rajta. Sergio Roberto, Messi. Kroos marad le. Messi hozza középre a labdát, André Gomes csinál neki területet, Messi! És Keylor Navas középre jött, erő volt benne, úgyhogy nem volt könnyű dolga a kosztarikai kapusnak. Sergio Roberto kezében a labda, Suárez, Kovácsics szerez labdát, aztán Marcelótól visszakapja, rájött, hogy rossz irányba viszi, úgyhogy inkább kirúgta. Rakitic a földön. És ő fogja elvégezni a szabadrugást. Jöhet! Piqué fejeli le, Umtiti. Ronaldo. Így a kettő ellen adott pillanatban a Real Madrid. Marcelo Hamesnek átoda a túloldalra. Ott a lövés, de gyenge lövés, James. Rakitic. Benzemát váltott a James. Busquets. Carvajal. James. Kroos. Modric. Carvajal. James. Játszótársat keresett magának Kroos. Marcelo. Rövid csarok felé, és ott a gól! James! 2-2! Hát megérte behozni ezt a fiatal embert. Zidane azonnyiban elmondja Kovácsicsnak, hogy hogy kell játszani innentől kezdve. A lecserélt Casemiro ott a háttérben. Nézzük meg még egyszer, Kroos. Nem volt jó labda, de Marcelo megoldotta, volt rá ideje. Jön a rövid csarok felé, Busquets pedig lemarad. James támadja a labdát, és egy pattanás után fölvarja oda a léc alá. Hát sokat kritizálták ezt a kolumbiai fiatalembert, és lehet, hogy fogják is, de nem a meccs után.
megjön a közönség hangja. Busquets. Sajnos csak néhány perc van hátra, azért mondom, hogy sajnos, mert reggelig néznénk. Carvajal. Asensio. Jön vele befelé, Umtiti vele szemben. Asensio, ez lövőhelyzet, de nem vállalja el. Ronaldo. Hamesnek teszi le, Hames középre, labda meg a volt. Hames! Látta, hogy Ter Stegen kijebb lépett a kapuból. És megpróbálta meglepni. Most Messi próbálkozik egy meglepetéssel a túloldalon, de buktatja az ellenfelét. Kroos a földön. Kovácsics megkérdezi Hernándeztől, hogy mi a vélemény az esetről. Lehet, hogy érdemes lenne adni egy sárga lapot, és lehet, hogy James itt lesen volt. Keylor Navas. Asensio mozgolódik. Sergio Roberto feje mellette. Umtiti. Ter Stegen. Jordi Alba. Elveszítette a labdát, Kovácsics. Kovácsics még mindig. Nem tudták elszedni tőle Ronaldo. James jön a rövid saroknál. Kovácsics a 16-os előterében. Ronaldo vissza. James. Rakitic mögé. Marcelo. Bevetődött és nyeste a labdát, ahogy tudta. Ennyire futott az erejéből és a lehetőségből. Iniesta. Suárez, Sergi Roberto, Iniesta, megpróbálta oda emelni Sergi Roberto a labdát, Ronaldo, Asensio felé jön a tökéletes labda, Asensio bejebb viszi, már a 16-oson belül jár, Asensio! És megy a lecsorgóért, összeszedi, Asensio középre, Ronaldo lépett vissza, de ezt sem tudta irányítani. Volt egy hasonló, vagy egy ugyanilyen Asensio labda, amit nem tudott irányítani. Az nagyobb helyzet volt. Rakitic. Busquets. Busquets megint, Messi mögé érkezik a labda, Marcelo fejeli haza, Keylor Navas. Tízesre védett. Ronaldo fején csúszik meg a labda. Az első félben két perc volt a ráadás, most is annyi lesz. Azt mondtam, Ramos kiállítása után duplán nehéz dolga van a Real Madridnak, de ember hátrányban is egyenlített. Iniesta, Jordi Alba, Modric, tanári megmozdulás volt. Kroos oldala Marcelónak, és ha jól láttam, akkor Rakitic belekapott stoplival. Igen. Hát nem a döntetlen ünneplik a szurkolók.
hanem azt, hogy ezzel a döntetlennel közelebb kerül a bajnoki címhez a Real Madrid. A győzelemmel még közelebb kerülhetett volna, de így is óriási előnyben megmarad a 3 pont differencia a két együttes között, ha így marad, és mondom még egyszer, sokadszor, de a Real Madridnak van egy elmaradt meccse, amit május 17-én fog majd bepótolni a Celta ellen. Busquets. Sergio Roberto megindul vele. Marcelo sem tudja szerelni. Sergio Roberto már a túloldalon. Suárez fölötte. André Gomes mögé befutott a Jordi Alba. Carvalho hagyja André Gomes. Jordi Alba teszi vissza. Jön Messi! És gól! Gól Messi! 2-3. Sergi Roberto beindult. Ketten is megpróbálkoztak azzal, hogy szereljék. Nem tudták. Real Madrid játékosai közül sokan a földön. Nacho most oda megy Carvalhoz, és fölsegíti. Messinek ez az 500. gólja tétmeccsen. Vegyük át André Gomes. Tökéletes a váltás Jordi Albával. Jön Messi és oda a sarokba. Keylor Navas sokat nem tehetett. És itt a vége. A Barcelona 3-2-re az utolsó pillanatban szerzett góllal megveri a Real Madridot. És miről beszéltem néhány másodperccel ezelőtt? Hogy a közönség ünnepel. A közönség tapsol, mert úgy van vele, hogy ez az egy pont is, vagy az az egy pont is bőven elég ahhoz, elég lett volna ahhoz, hogy a Real Madrid közelebb kerüljön a bajnoki elsőséghez. Ahhoz a bajnoki címhez, amire 5 éve vár. És aztán jött Messi. Megint ő, és a 92. percben eldöntötte az összecsapást. Említettem, hogy a legutóbbi 6 klasszikóján nem szerzett gólt. Amikor utoljára eredményes volt, akkor 3-at rúgott itt. Most megállt 2-nél. A Barcelona pedig nem áll meg. A Barcelona ezzel a győzelemmel átveszi a vezetést a bajnoki táblázaton, és nyílt lesz a bajnokság. Izgulni fogunk. És élvezni fogjuk a hátralévő fordulókat. Messit köszöntik a társai. Nagyon nagy meccs volt. Kár, hogy vége. A Barcelonának ez a 92. győzelme a páros történetében, ami a 234. volt. És említettem a felvezetőben, hogy a Barcelonának főleg az elmúlt esztendőben, az elmúlt 10 évben jól megy itt. 5-ször tudtak nyerni itt a katalánok. A Real Madrid pedig a második vereségét szenvedi el hazai környezetben Zinedine Zidane-nal a kispadon a bajnokságban. Az elsőt az Atlético Madridtól szenvedte el a Real Madrid. 21 mérkőzéssel ezelőtt. Carvalho nyilatkozik, de én nem hallom, a kollégáim azonban rögzítik Carvalho mondandóit, és biztos lesz valaki a Barcelonától is, aki elmondja a véleményét. Tehát a kollégáim majd tolmácsolják önöknek Carvalho mondandóját. Az utolsó taktusokat hallottam csak. Próbálkozzunk meg a barcelonai nyilatkozattal. Rakitic fogja elmondani a véleményét. Buenas noches, enhorabuena. Hola, buenas noches, muchas gracias. Bueno, yo creo que se ha visto que hace 3-4 días los dos tuvimos un partido muy duro en la Champions. Sajnos nem hallom rendesen Rakitic nyilatkozatát, úgyhogy a kollégáim otthon dolgoznak rajta, és rövidesen majd tálalják önöknek a két nyilatkozatot. Én megköszönöm a figyelmüket innen Madridból, a végeredménnyel búcsúzom. Real Madrid, Barcelona 2-3. Viszontlátásra!